Budakalász elleni mérkőzés jelenti a következő megmérettetést az SBS Eger számára. Szerdán 16 órától vendégeskedünk majd a Omsz Parki sportcsarnokban. Hogy látod az esélyeket? Mire számíthatunk ezen a mérkőzésen? Mit gondolsz? Úgy gondolom, hogy a múlt hetet leszámítva egész jól összeállt a csapatunk. Videóztunk ugye a Budakalász meccsre is, meg még fogunk is. Azt gondolom, hogy az a csapat is elég jól össze van áll, úgyhogy egy jó kis mérkőzésre számítok egy kiki meccsre. Említetted a videózást, mi az, amit eddig kiszűrtetett? Mi az, amire fel kell készülni? Mit gondolsz, mi az, ami eldöntheti a meccset? Igazából a védekezésünk, mint ahogy az összes többi meccset ebbe a szezonban eldöntette, az a védekezésünk. Én azt gondolom, hogy arra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, de persze a támadás sem elhanyagolható. Úgyhogy igazából nézzük ezt is, azt is. Aztán, hogy mi sül ki belőle, az reméljük, hogy jó dolog lesz. Múlt héten ugye te pihenőt kaptál, most erre a mérkőzésre már te is bevetésre vársz. Milyen állapotban érzed magad, hogy látod, mennyire sikerült feltöltődni a múlt héten? Én úgy gondolom, hogy ahogy idősödöm, úgy egyre jobban élvezem a kézilabdát, úgyhogy remélem majd fogok játszani ezen a mérkőzésen, most már többet nem kell pihennem. De hogyha persze úgy gondolja a mester, akkor miért ne? De maximálisan bízom a fiatalokban is, viszont azért szeretnék pályára lépni természetesen, mint ahogy minden mérkőzésen.